Hát sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Meg volt a Faradinak az első BL csoportmeccse, amin hát sajnálatos módon 5 1 kikapott a Barcelonától. Ez nyilvánvaló, ha az eredményt nézzük, akkor ez nem jó eredmény. Öt kaptunk egy ötöst Barcelonában. De ha meg azt nézzük, hogy voltak a mérkőzésben nagyon jó periódusaink, és ez nem csak egy egy-két perc volt, amikor meg tudtuk őket fogni egy kicsit, ez első fél időben volt egy olyan jó negyed óra, amikor ö, úgy meg tudtuk őket fogni. Másik fél is ugye a, a szépítő után, Haratyin után megint csak volt egy jó 10 percünk, negyed óránk, talán annyi nem, de volt, volt megint egy jó, jó periódusunk. A 11-es az az, az, az teljesen jogos volt. Piki kiállítása, igen, itt írtátok, hogy hát meg, hogy utolsó emberként szabálytalankodt meg utolsó emberrel, meg ilyesmi. Igen, ott mezrángatás volt, én azt gondoltam, hogy kap egy sárgalapot is ennyi, de kiállították a csávót. Aztán utána még kaptunk két gólt, ugye? Kaptunk igen még két gólt a Barcelonától. A papírforma az, az bejött, a mérkőzésben a mi részünkről több volt, sokkal, de sokkal több. Én szerintem ez egy olyan eredmény, ami hát igen, egy, azért egy, egy elég komoly náspánk, de, de azért lehet ebből lépítkezni. Tanulni lehet a hibákból, sajnos a meccs végére teljesen összezohantunk, ami könnyen lehet, hogy meg lesz majd a Juventus ellen is, de de ha más nem, legalább a Dinamókével lenne legyen ilyen mutatott játék alapján azt látom, hogy, hogy esélyünk lehet egy Dinamo Kiev ellen. Teljesen más játékot fognak játszani, mint a Barca, tehát most ne abból induljunk ki, hogy ők majd, majd ugye kevesebb világsztárral, meg, meg kicsit gyengébb ö, ö, kezdő 11 el az nem jelenti azt, hogy akkor, 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 már nyert ügyünk van. Majd meglátjuk, hogy, hogy mi lesz, hogyan lesz. Én nagyon örülök annak, hogy ö, hogy tudtunk gólt szerezni. Nagyon örülök annak, hogy a Fradinak volt jó periódusa. A Barcelona góljának meg hát sajnos nem örülök, meg hát annak az én nyilván nem lehet örülni. A végére elfogytunk. Tehát a végére nagyon elfogytunk, sajnos, sajnálatos módon, de hát nézzük, a Barcelonának a, a csapatát elnézve, ez abszolút benne volt a, a pakliban, hogy lesz egy ilyen megborulás de az viszont nagyon meglepett, igen, hogy volt, ö, ö, volt, voltak jó periódusunk. Az megint más, hogy mi lett volna, hogyha Tokmák gólja nem lesz gól, mi lett volna, hogyha Izel nem kapufára rúgja a labdát, hanem a kapuba, lehet, hogy akkor más lett volna, sőt, hát biztos vagyok benne, hogy a, más, a, a a, az összképe ö, lefolyása más lett volna. Sajnos ez jött össze, folytatás majd a Dinamo Kiev ellen, ha jól emlékszem, akkor talán hazai pályán. Úgyhogy hajrá Ferencváros, hajrá Fradi, összességében nincs miért szégyenkeznünk, talán ö, kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan láttátok ezt a meccset, úgyhogy kommenteket meg a, várom majd a, a videó alatt. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!